Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jele Jászmin Grész vagyok, fő témáink néhány mondatban. Ivóvíz ellátás, egyelőre nincs szükség korlátozásra. Terjed a majomhimlő, a WHO egészségügyi vészhelyzetet hirdetett. Tűzesetek Tolna megyében, eddig 160 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. Fűteni nem kell, de most is dolgoznak, bőven van munkájuk a szexuális felfőszolgáltató alkalmazottainak. A kánikulára való tekintettel arra kéri a lakosságot az Erőv vízi közmű ZRT, hogy tudatosan használják fel az ivóvizet. Többek között a medence feltöltést és a vízcserét továbbra is mérsékeljék, így elkerülhető a korlátozás. Egyébként a csapvíz minősége kiváló, ezt folyamatosan ellenőrzi a szolgáltató. A hőség ellenére jelenleg nincs gond az ivóvíz ellátással, így azt az ország déli részén egyelőre nem kell korlátozni. Ez többek között a fogyasztók tudatosságának is köszönhető, mondja Takács Péter, a Szekszárdi Erőv vízi közmű ZRT műszaki vezérigazgató helyettese. A társaságnak a Tolnai megye székhelyen van a legtöbb fogyasztója. Tavalyi évben ugye Szekszárdon előfordult, hogy kellett vízkorlátozást bevezetni. Ugye tavaly talán kicsivel melegebb időjárásunk volt, tartósabb volt az ilyen 40 fok körüli hőmérséklet, és ez miatt a vízkorlátozás bevezetése mellett volt muszáj döntenünk. Szerencsére megértették a fogyasztók. A szolgáltató 51 települést lát el, és arra kérik a lakosságot, hogy többek között a medence feltöltést, illetve a vízcserét továbbra is korlátozzák. A kánikula miatt 1-2 fokkal emelkedhet az ivóvíz hőmérséklete, azonban az időjárás jelentősen nem befolyásolja a vízkivételi rendszerek működését. Parti szűrési kutak vannak a Dunaparton. Ugye a Duna vízállás az befolyásolja, szerencsére a mostani alacsony Dunaállás mellett sincsen problémánk, hogy a tárolóink azok tele vannak, úgyhogy nincs ebben kapcsolatosan most ilyenfajta probléma, de ettől függetlenül azért kérjük a fogyasztókat, hogy egy kis odafigyeléssel használják a vizet. A csapvíz minősége kiváló, ezt folyamatosan ellenőrzi a szolgáltató. A nagy melegre való tekintettel az Erőv felállított egy erősített készenléti szolgálatot, így egy esetleges csőtörést vagy bármilyen meghibásodást azonnal kezelni tudnak, hogy minél kevesebb ideig legyen vízhiány az adott településen. Drogdílereket fogtak el a rendőrök Dombóváron. Egyikőjük épp nagy mennyiségű kábítószert akart átadni egy másik férfinak, amikor rajtuk ütöttek. Az autóik és házaik átkutatása során még több marihuána és tabletták kerültek elő. A kereskedők azóta már börtönben vannak. Ismét a maszk viselését javasolják a buszokon a szakemberek, bár jogszabály szerint a közösségi közlekedés használatakor jelenleg nem kötelező a védőeszköz hordása, a szakértők úgy vélik, a vírus terjedése miatt indokolt lehet. A vizsgált települések többségénél stagnál a szennyvízben a koronavírus koncentrációja, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ a honlapján. Ez a helyzet Nyíregyházán, Salgótarjánban, Szegeden és Szombathelyen, míg a budapesti agglomeráció településeinek Tököl, Biatorbágy, Sziget-Szentmiklós, Budakeszi, Százhalombatta mintájában csökkenés mérhető, tették hozzá. Az NNK közlése szerint a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja 18 mintavételi hely esetében, a mérsékelt, míg 4 mintavételi helyen, Szekszárdon, Nyíregyházán, Tatabányán, Pécsen és Békéscsabán az úgynevezett emelkedett kategóriába esik. Az Egészségügyi Világszervezet globális vészhelyzetet hirdetett a napokban az egyre gyorsabban terjedő majomhimlő miatt. Ez a legmagasabb készültségi helyzet, melyet elrendelt a szervezet. Dr. Győri Gábor, szekszárdi házi gyermekorvos arról beszélt stábunknak, hogyan terjed a betegség, és mi a teendő akkor, ha valaki elkapta azt. Magyarországon a fertőzöttek száma meghaladta a 30 főt. Egyre több majomhimlős esetet regisztrálnak Európában, de a világ más pontjain is terjed az új vírusfertőzés. Egy hónap alatt majdnem 8-szorosára emelkedett a fertőzöttek száma a világon. Magyarországon az utolsó ismert adatok szerint 33 megbetegedést tartanak számon. A szexuális kontaktus szükséges volna a terjedéséhez. Győri Gábor, szekszárdi gyermekházi orvos azt a több szülőben is felmerült tévhitet cáfolta meg stábunknak, miszerint a banánfogyasztás növeli az esélyét annak, hogy valaki elkapja a majomhímlőt.
A majomhimlő egy zoonózisnak nevezett betegség, ez azt jelenti, hogy állatról emberre történik a kórokozó átvitele, tehát magyarán semmiféle élelmiszerrel mi ezt nem tudjuk átvinni. Természetesen mi emberek nagyon ügyesek vagyunk, és most már ember-ember közötti terjedés is megfigyelhető, azonban ehhez a terjedéshez nagyon szoros testi kontaktus, az esetek döntő többségében némi szexuális kapcsolat is szükséges, illetve ugye a fekete himlőre jellemzőek a kiütések, ezek a hólyagos kiütések folyadék bennéke az, ami fertőzőképes. A betegség lefolyása nagyon hasonlít az egykor nagy pusztítást végzett fekete himlőhöz, de az orvos hozzátette, hogy annál sokkal enyhébb és jobb indulatúbb fertőzésről van szó. Általános tünetei vannak, fejfájás, izomfájdalom, nyirokcsomó duzzanat, illetve bizonyos testtájakon megjelenő piros hólyagos kiütés. A fertőzés elleni vakcina heteken belül megérkezhet Magyarországra is, de a háziorvos szerint láz- és fájdalomcsillapítással, valamint a hólyagok fertőtlenítésével ez a fertőzés karbantartható és gyógyítható. 18 Tolna megyei településen írtják a szúnyogokat ezen a héten. Főként Észak-Tolna megye érintett most. A szakemberek minden esetben egy kis teherautóról nagy nyomású porlasztóval juttatják ki a mérgező anyagot, ami az emberre és más állatokra nem veszélyes. A gyérítésre a naplemente utáni órákban lehet számítani. Ha esik az eső, akkor a munkát 48 órán belül pótolják a szakemberek. Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével megalakult a Védelmi Tanács. Az elhúzódó ukrajnai háború és a nyomában járó európai gazdasági válság, valamint a fokozódó migrációs nyomás miatt a következő években különös figyelmet kell fordítani Magyarország biztonságának és szuverenitásának megvédésére. A Védelmi Tanács szükség szerint de legalább két hetente ülésezik majd. Egész Európa szenved a háború, a gazdasági válság és a fokozódó migrációs nyomás következményeitől. A következő években ezért különös figyelmet fordítunk Magyarország megvédésére, írta a miniszterelnök az alakuló ülés után Facebook oldalán. Darázs okozta azt a balesetet kedden, aminek során Szálkánál hajtott az árokba egy kocsi. A sofőr ki akarta hessegetni a rovart, ekkor vesztette el az uralmát az autó felett, a jármű az út melletti mederbe sodródott, majd többször megpördült. A sofőr nem használta a biztonsági övét, így csak a szerencsém múlott, hogy a balesetben csak könnyebben sérült meg. 17 tűzeset és 10 műszaki mentéshez vonultak a tűzoltók az elmúlt napokban. Idén Tolna megyében eddig 160 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. Ez 230 focipályának felel meg. Az esetek többségében az ember okozza a bajt. Egy teljesen kiégett ingatlan látható a katasztrófa védelem felvételein. Tamásiban egy családi ház kapott lángra. Azonban nem csak az utóbbi eset miatt vonultak a Tolna megyei lánglovagok az elmúlt napokban. Többek között tófű külterületén 3000 darab szalmabála és a közeli 500 négyzetméternyi fás bokros terület égett. 17 tűzeset, valamint 10 műszaki mentés az, ami munkát adott itt Tolna megye tűzoltóinak. Ez nem kevés szám. Nyilván itt most a Prímet megint ugye a szabadtéri tüzek vitték. Ezek mellett volt ráfutásos közlekedési baleset, voltak leszakadt faág, ahová vonulnia kellett a tűzoltóinak. Köves Péter elmondta, az emberi gondatlanság áll az első helyen a tűzesetek keletkezésénél. Az aszályos időszak és a hosszantartó hűség tovább csökkenti a növények nedvesség tartalmát, így egy apró szikra elegendő ahhoz, hogy a száraz avar vagy gazos terület lángra kapjon. Hazánkban egyébként július 2-a óta országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. A dohányzás, mint olyan, ez az egyik leggyakoribb gyakorlatilag tevékenység, amelynek során bizony nagyon sok minden lángot tud kapni. Abszolút megfigyelhető az, hogy kint az utcán, a közterületen, tehát ez mind egy eldobott csikk az, ami azonnali lángokat eredményezhet, és amint már mondtam, ez nagyon sok mindent meg tud gyakorlatilag támadni ilyen formában, és itt már csak azon múlik, hogy a lakos mennyire gyorsan hívja a 112-t. Idén Tolna megyében eddig 160 hektárnyi terület vált a lángok martalékává, ez 230 focipályának felel meg. Az év elején megújult a NAV portálon már elérhető a Nemzeti Adó és Vámhivatal új ügyintéző felülete, az ügyfélportál, amely fokozatosan leváltja az eBEV-et.
A két felület kezdetben párhuzamosan működik, biztosítva a felhasználók kényelmes és biztonságos átállását. Az ügyintéző felület ügyfélkapus azonosítással használható, az oldal testre szabható, vagyis egyéni igény szerint beállítható, hogy a kezdő képernyőn milyen adatok, csempék jelenjenek meg. Belépéskor a felhasználó azonnal látja a NAV által nyilvántartott adatait és az adószámlája nettó egyenlegét. Ha például valakinek túlfizetése van, egyetlen kattintással átnavigálhat az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásba, ahol az átvezetést vagy a kiutalást kérheti. Ha pedig tartozása van, a felület az elektronikus fizetési és elszámolási rendszerbe irányítja, ahol internetes bankkártyás vagy éppen házi bankos átutalással rendezheti adóját. Egészségügyi állapotot érintő kérdések is lesznek a népszámlálási kérdőíven. A Központi Statisztikai Hivatal szerint fontos, hogy a lakosság válaszoljon azokra, hiszen az eredményei hosszú távon szolgáltatnak majd adatokat. Az egészségügyi és mikrocenzus célja, hogy pontos és részletes képet adjon Magyarország népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, foglalkoztatottságáról, élet- és lakáskörülményeiről ismertették. Hiába tombol a nyár, a szekszárdi távfő szolgáltató munkatársai most is folyamatosan dolgoznak. Az évnek ebben az időszakában van ugyanis lehetőségük kicserélni a már előregedett csöveket a Tolnai megyeszékhely alatt. Fél évszázada lefektetett, előregedett és kiukott csöveket cserélnek a szekszárdi távfő szolgáltató munkatársai. Itt a Kölcsey Ferenc utcában a tervek szerint ezen a héten végeznek is a munkával, aztán mennek tovább. Amit itt láttunk, itt a belettünk, itt is egy tervezett beruházás volt, az már volt itt több hibásodás, de nem biztos, hogy meg tudtuk volna csinálni, akkor hogyha már nincs az okadás, és most kicseréljük itt a csöveket ezen a részen, ami már több mint 50 éves csövek. Nyáron főként ilyen kisebb, de a hálózat működésének szempontjából fontos beruházásokon dolgoznak a munkatársak. A Tolnai megyeszékhely alatt húzódó csőrendszer jó részt előregedett elemekből áll, amiknek a cseréjét fűtési szezonban nem lehet megoldani. Minden évben elvégzünk egy nyomáspróbát, vagy többet, megnyomatjuk a rendszert azért, hogy ne télen jöjjenek ki a hibák. A szekszárdi távfőszolgáltató 6500 lakást lát el hővel és meleg vízzel a Tolnai megye székhelyen. Regionális híreink következnek. Mamut leletek a Mária Gyüri ház udvarán, 25000 éve élhettek itt ezek az állatok. Ingyenes könyvtár várja a fürdőzőket, több száz alkotást és magazin találnak az érdeklődők. Egyre több száv tűnik fel a Balatonon, a vízi eszköz hamar népszerűvé vált az elmúlt években. Bemutatták a sajtónak azokat a mamut csontokat, amiket a Baranyai Mária Gyüdön találtak egy ház udvarán. Tereprendezés közben fordította ki a munkagép az értékes leleteket a földből. A tulajdonos értesítette a szakembereket, akik jelenleg a feltáráson dolgoznak. Siklós szívesen bemutatná a Mária Gyüdi mamut leleteket, mondta a település vezetője a helyszínen. Mamutfog és állkapocs darab, mamutcsontok, illetve koponya és agyar. Ezeket találták egy Mária Gyüdi ház udvarán Baranya megyében. Kerti tereprendezés vége fele tartottunk már, a felső réteget elszállítottuk, mert ilyen törmelékes volt, és már csak tényleg egy pár centit akartunk leszedni, hogy sík legyen a terep, és akkor ezek a kis fehér foltok előkerültek, a csontnak a darabjai. És akkor azt kiforgatta a gép ott mellette, hogy ez most egy csont, vagy mészkő egyáltalán, vagy mi ez ott lent a lőzbe, és akkor olyan formája volt, ami olyan gyanús volt, hogy ez nem valami marhacsont, vagy ilyesmi, annál sokkal nagyobb. Ezek voltak a felfedezés pillanatai, meséli a tulajdonos. Testvére rákeresett a neten a mamut csontokra, és a fényképek hasonlítottak az udvaron találtakra, ezért hívták a hatóságot, hogy bejelentsék a leleteket. Ezután érkeztek a Pécsi Janus Pannonius Múzeum régészei, munkatársai feltárni a csontokat. Egy fiatalabb és egy középkorú mamutnak az állkapcsa, illetve agyar darabjai kerültek elő, illetve a napokban még egy állkapocs, illetve agyar darab került elő, ami szintén egy nagyobb mamuttól származik.
valamint több borda darab is. Ezek az eredeti löszös talajból bukkantak elő, ami ritkaságnak számít. Legtöbbször kavicsbányákból, folyómedrek üledékeiből kerülnek elő mamutcsontok. Nem tudják, hogyan kerültek ide ezek a leletek Mária gyűdön. Ezért most átvizsgálják a talajt, emberi eszközöket keresnek, amik vadászatra utalhatnak, mondja az ásatásvezető. A leletek korát most állapítják meg. Valószínűsíthetjük, de ezt tényleg csak valószínűleg mondom, hogy ilyen 20-25 ezer évesek lehetnek ezek a csontok, tehát ezek a későbbi vizsgálatok adnak bizonyosságot, hogy milyen koriak, illetve a talajvizsgálatok azok meg fogják tudni mondani, hogy milyen éghajlati környezetben éltek ezek a mamutok, illetve milyen növényzet volt körülöttük, illetve a fogcsiszalatból még azt is meg tudnánk állapítani, hogy mivel táplálkoztak ezek a mamutok. A csontokat most kiszedik és Pécsre szállítják további tisztításra, konzerválásra. Siklós szívesen megmutatná ezeket a leleteket, mondja a polgármester. Ha arra mód és lehetőség lesz együttműködve, akár a múzeumok igazgatósággal, akár a Nemzeti Kulturális Alappal valamiféle forrást szerezni arra, hogy ezek a leletek bemutathatóvá váljanak, és nagyon szeretnénk természetesen azt is, hogy ezt Siklóson vagy ennek a lelet állománynak egy részét csak Siklóson is bemutatni, és felhívni a figyelmet arra egyébként, hogy ilyen leletek is előkerültek nálunk. Közigazgatási Mária gyűjt Siklóshoz tartozik. Ezért lenne például jó helye a csontoknak a várban, ahol kialakítanának egy megfelelő teret a mamut maradványoknak, mondja a siklósi polgármester. Népszerű a strandkönyvtár a siófoki Újhelyi strandon. A látogatók számára a teljes nyári szezonban ingyenesen elérhetők az ott kirakott könyvek és folyóiratok, magazinok. Vadállatok, emberi test. Több száz magazin és könyv közül válogathatnak a fürdőzők a siófoki Újhelyi strandon. A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, könyvtár és a Kálmán Imre Emlékház jóvoltából ugyanis idén is megnyílt a strandkönyvtár, ami minden korosztály számára tartogat olvasnivalót. Nagyon jónak tartom. Még évekkel ezelőtt láttam először ilyet Pesten valahol, melyik strandon, a Dagály strandon, és el voltam hájulva, hogy milyen nagyszerű ötlet, és aztán évekig sehol sem, és most itt megint ezt látom. A gyerekek kimondottan örülnek ennek a lehetőségnek, hiszen egy kiadós fürdőzés után érdekes könyvek társaságában tölthetik idejüket. Láttam könyveket itt a strandon, és megnézegettem őket, és nagyon jó, hogy itt a strandon lehet itt olvasni. Az ingyenes olvasási lehetőség a teljes nyári szezonban önkiszolgáló módon várja a fürdőzőket. Én Svédországban élek külföldön, és sokszor voltunk már Siófokon, de ezen a strandon először. És szerintem nagyon jó a dolog, hogy van ez a könyvtár, mert hogyha a gyermekek megújják a strandolást, akkor esetleg nekik is, és magamnak is találhatok egy könyvet, ami érdekes lehet, és elüthetjük az időt. A kezdeményezés 2010-ben indult, először csak próba jelleggel, majd a nagy sikernek köszönhetően már minden évben kitelepül a könyvtár a siófoki strandra. Egyre több száp tűnik fel a Balatonon, a vízi eszköz hamar népszerűvé vált az elmúlt években. A deszkán való állva evezéshez viszont nem árt gyakorlatot szerezni, hogy biztonságosan lehessen vízre szállni. Ma már oktatják is a száp közlekedést. Mindenki feláll a deszkára, akkor a szeretett bújánk irányába, egy félkör erejéig állva, szépen libasorba ügyesen. Táborban tanultak szapozni ezek a gyerekek Siófokon. A kajakkenu.nál szervezett programon 5 napon át minden erről a vízi sporteszközről szólt. Barnabás nem először állt már szapra, mint mesélte, kipróbált más vízi sportokat is, de ez lett a kedvence. A szap az egy könnyű vízisportnak mondanám, mert nem olyan nehéz megtanulni. Trükközni nagyon nem tudsz vele, elég egyszerű. Egy vízi eszköz. Egyre több száp tűnik fel a Balatonon, kicsik és nagyok egyaránt kipróbálják. Az evező lapátot azért el kell bírni ahhoz, hogy valaki ezt tudja folyamatosan csinálni, tehát az valamennyire behatárolja a minimum kort, de maximum az nyilván nincs. Megfelelő úszni tudás és egyensúlyérzék is szükséges a szaphoz, a mentőmellényt pedig kifejezetten ajánlják, de a deszkákon lévő bokapánt is erősíti a biztonságot. Kardos László azt mondja, egyszerűsége miatt vált hamar kedvelt vízi sporteszközzé a szap. Könnyűnek tűnik, jól lehet vele szórakozni, most arra gondolunk, hogy
gumimatracok tömkellege volt itt a Balatonon pár tíz évvel ezelőtt, és még most is, és azon is milyen jókat ugráltunk gyerekkorunkban. Mondjuk mi már szapoztunk akkor is, amikor 6-7 évesek voltunk, csak akkor még szörfdeszkákkal csináltuk ezt, és olyan szabadságot ad, olyan kicsit kötetlen, rá lehet feküdni, kicsit napozni rajta, aztán felállni, komolyan lehet vele sportolni, nagyon komolyan lehet vele sportolni, nagyon komolyan meg lehet mozgatni magát az embernek, tehát gyakorlatilag nagyon széles körű a felhasználása. Szakemberek azt javasolják, hogy érdemes tanácsot kérni gyakorlott szaposoktól, edzőktől, amikor valaki először lép a deszkára és a parthoz közel gyakorolni. Amikor pedig már kialakult a vízbiztonság, csak utána ajánlott beljebb merészkedni a Balatonba. Lyme-kór és vírusos agyvelő gyulladás a két legjellemzőbb betegség, amelyeket a kullancsok terjesztenek. A Baranya megyei tiszti főorvos szerint egész évben lecsaphatnak ránk ezek a vérszívók. Nyáron az aktivitásuk jellemzőbb. Mindenek előtt a megelőzés és a megfelelő kezelés a legfontosabb, hiszen súlyos, életveszélyes következményekkel járhat egy ilyen élősködő csípése. Egész évben, de főleg a túraszezon kezdetével és nyáron igencsak megszaporodik a kullancsípések száma. A kullancs által terjesztett két legrémisztőbb és leggyakrabban előforduló kórokozó a vírusos agyvelőgyulladás és a Lyme-kór, tájékoztatott dr. Kassai Veronika, Baranya megyei tisztifőorvos. A leggyakoribb a vírus által okozott kullancsenkefalitis, úgynevezett FSME vírus által okozott, amelynek, ahogy a neve is mutatja, központi idegrendszeri fertőzés a következménye, így a tünete is fejfájás, láz, gyengeség, ami jelentkezik, és egy bizonyos idő után már erősebb tünetek is jelentkezhetnek, akár ájulás, hányás, hányinger, bénulás, ilyenkor nyilvánvalóan már kórházba kerül az illető. Mivel vírus okozza ezt a megbetegedést, ezért antibiotikummal nem gyógyítható, viszont van védőoltás ellene. Ezzel már az egyéves gyerekek is beolthatók. Az oltás hatékony védelmet nyújt, tette hozzá tisztifőorvos. A másik leggyakoribb kullancsípés által okozott betegség a Lyme-kór, amelyet egy baktérium okoz. Tünetei láz, nyirokcsomó duzzanat, vándorló fájdalmak, mondta a szakember. Ez a vándorló fájdalom már itt egy tipikusan Lyme-kórra jellemző ízületi fájdalmakat jelent, illetve különböző érzéskiesések, vándorló érzéskiesések jelentkezhetnek. És ha tovább fejlődik a megbetegedés, ennek is lehet következménye agyvelő, agyhártyagyulladás és bizony bénulás is. Tehát vannak olyan kezeletlen lámkoros esetek, amelyek időben nem kerültek észlelésre, ahol komoly maradványtünetek is vannak. Védekezni ellene kullancsriasztóval, megfelelő öltözettel, csuklombokán záródó ruhával lehet. A szabadban való hosszabb tartózkodás után célszerű a testhajlatokat átvizsgálni, a kullancs ugyanis ezeken a helyeken szeret megtelepedni. A házi kedvencek sem kivétele, könnyen megkaphatják a kullancsot, ezért őket is nyáron gyakrabban kell átvizsgálni, javasolta dr. Kassai Veronika, Baranya megyei tisztifőorvos. Végül mutatjuk főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Ivóvíz ellátás, egyelőre nincs szükség korlátozásra. Terjed a majomhimlő, a WHO egészségügyi vészhelyzetet hirdetett. Tűzesetek Tolna megyében, eddig 160 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. Fűteni nem kell, de most is dolgoznak, bőven van munkájuk a szekszari távfőszolgáltató alkalmazottainak. Csütörtökön túlnyomóan napos, meleg, strandidő várható kánikulával, csapadék nem valószínű, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, éjszaka is eseménytelen időre számíthatunk. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!